bekezdése. Most tessék figyelni, felolvasom. A polgármester illetmények tiszteletdíjának a választás követően megállapított összege, megválasztását a megelőző polgármester illetménye tiszteletdíj összegénél a négy szakasz harmadik bekezdésében foglalt kivétel nem lehet kevesebb. Ez volt eddig a hatályos törvény. Ha ezt töröljük, akkor ebből az következik, hogy visszakapja a szabadságát az az önkormányzati testület, és élhet a lehetőséggel, nem lesz ez a korlát, ahol esetlegesen, egy esetlegesen magasabban meghatározott illetményt, amit egyébként az önkormányzat gazdálkodása és jelenlegi helyzete el sem bírna, az kötelező lenne ránézve. Azt a kérdést teszem fel, hogy mikor teszünk jót az önkormányzatokkal, hogy a szabadságát növeljük ennek a testületnek, azzal, hogy ilyen terhet nem rakunk a testületre, és ilyen igát nem teszünk az önkormányzati testületre, vagy hogyha szabadon dönthet a saját feladataival, a saját lehetőségei felismerésével. Tisztelettel kérem, hogy miután ismételten elolvassák ezt a törvényt, és ismételten megpróbálnak jogrendszerbe gondolkozni, kérem, hogy szíveskedjenek a álláspontjukon változtatni és támogatni ezt a törvényt, ami nagyobb szabadságot biztosít az önkormányzatoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Apáti Istvánnak, a Jobbik képviselőcsoport vezérszónakának. Öne a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés. Az önkormányzati törvénynek, illetve a polgármesteri tisztség egyes kérdésének ellátásának egyes kérdése, illetve a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának módosításával kapcsolatban olyan javaslatot terjesztett elénk a Fidesz-KDNP több képviselője, amelyet az Önkormányzat és Területfejlesztési Bizottság nagy többségével, vagy nagy többségében általános vitára alkalmasnak talált, és rögtön az elején szeretném rögzíteni, hogy ez a javaslat alapvetően támogatható és jó irányba mozdul el, ide nem értve a tavaszi-nyári törvényalkotási dömping egyik igen hátrányos és káros melléktermékét, a külső alpolgármester intézményt, amelyet részben érint ez a törvényjavaslat is. Először is vegyük alapul, vagy vegyük górcsó alá az alpolgármesterrel kapcsolatos szabályozást. Teljesen egyet tudunk azzal érteni, hogy az alpolgármester egy tisztség megszűnésére vonatkozóan egységesíteni kellett a két törvényben a szabályokat, ugyanis félreértésekre, eltérő jogértelmezésekre, tévutakra adhatott okot, illetve vezethetett a korábbi szabályozás. Teljesen egyértelmű, hogy a alpolgármesteri tisztség megszűnésére vonatkozóan így módon mind a két törvény szintjén egy teljesen világos, egyértelmű, átlátható, félreértésekre okot nem adó szabályozást kell tehát bevezetni. Sajátos a szabályozása egyébként az aljegyzői kérdéskörnek, és itt megmondom őszintén önöknek, hogy némi elfogultsággal is lehet engem vádolni, természetesen a vádolni szót azt idézőjelbe tenném, hiszen bő 4,5 éven keresztül az aljegyzői tisztséget én is betöltöttem Kocsort községben, hála a képviselő testületnek és Jakab Zsigmondnak, Kocsort község korábbi polgármesterének. És engedjék itt meg nekem, hogy kicsit a napirendtől eltérve néhány szóval ugye rendhagyó módon kitérjek Jakab Zsigmond munkásságára. Képviselőtársam, jeleztem ezt az elnökünknek, de valóban csak egy fél percre rabolnám az idejüket és venném igénybe türelmüket. Jakab Zsigmond munkássága a legmagasabb szintű tiszteletet érdemli. Munkássága méltó példa az utókor számára, illetőleg követendő példa, illetőleg méltó arra, hogy megőrizze az emlékezet. Mint emberként, mint vezetőként, mint munkatársként a legkiválóbbak közé tartozott, és dicsőség volt vele szolgálni, vele együtt dolgozni. És a rövid kitérő után visszatérnék az aljegyzői tisztség szabályozásával kapcsolatos kérdésekre. Egyetértünk azzal, hogy a jegyzőket több száz vagy több mint 1000 hatáskörrel bombázzák a különböző törvények, és bizony-bizony, pláne olyan településeken, ahol a hivatali tagozódás nem megfelelő, tehát nem oszlik főosztályokra, osztályokra, irodákra, csoportokra, polgármesteri hivatal, tehát ahol nincs lehetőség osztályvezetői, főosztályvezetői szintekre leosztani a különböző feladat és hatásköröket, ott bizony nagyon nagy probléma az, hogyha
pénzügyi lehetőségek lehetővé teszi, csak egy aljegyzőt lehet kinevezni. Tehát nem tartjuk önmagában ördögtől valónak azt, hogy több aljegyző kinevezésére nyíljon lehetőség. Természetesen ezt a módosító javaslatot mi igyekszünk egy észszerű korlát közé szorítani, tehát nem korlátlan opcióként fogjuk ezt föl, de a kiinduló pontot elfogadhatónak tartjuk, és az viszont meg teljesen igazságtalan és indokolatlan, hogy korábban csak főváros közgyűlésének állt rendelkezésére. Teljesen érthetetlen, hogy miért csak a fővárosban volt erre szükség, hát épp oly szükség lehet erre megyei jogú városokban, vagy nagyobb településeken is. Már megjegyzem, hogy nyilvánvalóan itt a kassa, a gazdasági pénzügyi anyagi lehetősége fognak majd gátat szabni az aljegyző kinevezésének, hiszen össze nem lehet hasonlítani mondjuk egy Észak-Balatoni település lehetőségeit, vagy akár mondjuk egy Debrecen megyei jogú város lehetőségét mondjuk egy Észak-Kelet-Magyarországi, vagy konkrétan éppen egy Mátészalka környéki településnek a lehetőségeivel. És megjegyzem, bár a bizottsági vita során kaptam arra vonatkozó jelzést, hogy nem tartozik szorosan a törvényjavaslathoz, azonban mégis meg kell említenem, hogy ha már egyszer hozzákezdtünk az aljegyzői státusz rendezéséhez, akkor ne végezzünk fél munkát, ne álljunk meg fél úton, hanem merjünk hozzányúlni önálló indítvány formájában. Erre egyébként a kormány részéről szóbeli ígéret elhangzott a bizottság ülésen az aljegyzői kérdés egyéb részének szabályozásához. Gondolok itt az aljegyző illetményének kérdésére, ugyanis ellen pillanatban, hogy ez egy másik törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szabályozza, viszont nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy mekkora részt látunk itt az aljegyző illetmény megállapításánál, amely egyébként egyrészt költségvetési kérdés is, tehát nyilvánvalóan a kasszát, a költségvetési lehetőséget is érinti, másrészt pedig, ha nem ütjük le, nem verjük le határkarókat ezen a téren is, akkor itt súlyos igazságtalanságokra kerülhet sor, illetőleg az aljegyző kollégák számára demoralizáló lehet, hogyha a szabályozás változatlan marad. Gondolok itt arra, a szabályra, a KTV-nek arra rendelkezésére, amely szerint az aljegyző illetményét kinevezés akar a képviselőtestület, ezt követően pedig minden évben a jegyző határozza meg a jegyző illetményére vonatkozó szabályok alapján, de oly módon, hogy illetménye nem lehet kevesebb, mint a korábban megállapított illetmény, de nem érheti el a jegyző illetményét. És itt van kérem szépen egy gumiszabály, nem mondják azt meg, hogy mennyi ez a határ, tehát itt akár a 30-40%-os eltérésektől az 1-2 ezer forintos jelentéktelen eltérésekig is terjedhet az aljegyző és a jegyző illetményének a különbsége, és nyilvánvalóan az aljegyzőre bizott feladatok, hatáskörök, az aljegyző által ellátandó a feladatok mértéke, mennyisége, minősége, súlyozása határozza azt meg, vagy határozhatja azt meg az anyagi lehetőségeken kívül, hogy az aljegyzőt milyen illetményben részesítik. Indokolt lenne itt majd eldönteni azt is, hogy mi az az alsó határ, amit a KTV-ben, ismétlem, hogy önálló indítvány formájában érdemes lesz majd lerögzíteni, és akkor végérvényesen nem csak a létszámkorlát, vagy az aljegyzők száma tekintetében, hanem az aljegyzők illetménye tekintetében is egy megnyugtató szabályozást sikerül rögzíteni, és egy nagyon komoly koherencia zavarmentes, nagyon komoly egységes szabályozás alakulhat ki a KTV, illetőleg az ÖTV szabályai között. És végül, de nem utolsó sorban, hiszen itt viszonylag egy rövidebb terjedelmi módosításról van szó, rátérnék a 4/A paragrafus 3. bekezdésére is. Itt ugye arról van szó, és ezt a Jobbik frakció különösen üdvözli, hogy lehetőség nyílik az újonnan megválasztott polgármester illetményénél a korábbi polgármesterétől alacsonyabb összegű illetmény, a javadalmazás meghatározására is. A jelenleg még hatályban lévő szabályozás teljesen indokolatlanul megköti a képviselőtestületek kezét, és egy kvázi önkormányzat öröklési jogi helyzetet teremt akkor, amikor kimondja, hogy a főállású polgármester illetménye nem lehet kevesebb a korábbi polgármester illetményéről, független attól, hogy a korábbi polgármestert választották újra, vagy a korábbi polgármester helyett egy új polgármester veszi át ezt a tisztséget. Ennek a világon semmi értelme és semmi indoka nincsen, és ráadásul a települések többségének sanyarú, rendkívül nehéz gazdasági helyzete, sokszor költségvetési krízis helyzete is indokolja. Ezt választókeletemben épp a közeli napokban is megtapasztaltam, vagy indokolná, hogy az adott esetben a polgármester illetményét lényegesen kisebb mértékben, kisebb összegben is lehetséges legyen meghatározni. Ugyanúgy, mint hogy az előemlített aljegyző esetében nem csak egy felső határt, hanem illő lenne egy alsó határt, illetve egy rugalmasabb szabályozást lehetővé tenni. És végül, de nem utolsó sorban, majd módosító javaslataink kapcsán szeretnék érinteni azt a sokat emlegetett kérdéskört, illetőleg azt a már-már lerágott csontot, vagy gumicsontot, amin egy jó idejét rágódunk egymás között, ami a politikai álláshalmozást érinti.
Ha egyenlőre a politikai álláshalmozás tiltásáról szóló törvényjavaslatunkat nem vették tárgysorozatba, illetőleg erről pont emiatt nem tudunk érni a vitákat folytatni, akkor legalább az illetmény kérdése kapcsán jussunk valahogy dőlőre egymással, és mozduljunk el a köznyugalom, illetőleg a társadalom igazságosság megvalósításának irányába. Szeretném megismételni azt a tegnapi kijelentésemet, hogy amely egyébként, ha más nem lelkük mélyén, azért önök is elismerhetnek, természetesen akinek nem inge nem veszi magára, megint ezt hangsúlyoznám, hogy amíg konkrétan mondjuk Mátészalkán és Mátészalka környékén az embereknek a 90%-a minimálbérből, vagy attól alig valamivel magasabb jövedelemből kénytelen eltartani a családját, addig azt kell tapasztalniuk, hogy a politikai elit tagjai, az ő választott vezetőik, megteremtve az idézőbe téve törvényes lehetőséget több politikai tisztségből, tisztségenként, jogcímenként a minimálbér többszörösét veszik föl. Ha jól végig gondolják, és nem politikai felhangot tulajdonítanak ennek, akkor valószínűleg ezzel önök is egyetértenek, hogy ez méltatlan, igazságtalan helyzet. Éppen ezért azt fogjuk majd javasolni, hogy aki országgyűlési képviselő és polgármester is egyszer, most csak javaslat tartalmi lényegét próbálom megfogalmazni, annak az illetményének a megállapításánál még rugalmasabb legyen a szabályozás, és lehetséges legyen a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéséről szóló törvény alapján egy még kisebb illetményt megállapítani, pontosan arra tekintettel, hogy országgyűlési képviselőként már egy igen tisztességes javadalmazásban részesül. Nyilvánvalóan ezt majd először a bizottsági ülésen kell megvitatnunk, és nagyon reméljük, hogy ez találkozik majd az önök elképzeléseivel is. Nem csak azért, mert hihetetlen népszerű tud lenni majd az emberek körébe, hogyha erről a médián keresztül tudomást szereznek, hanem azért is, mert akkor legalább már egy fél lépést, vagy egy kisebb lépést megtettünk a politikai álláshalmozásnak nevezett helyzet sokkal igazságosabb rendezésének az irányába. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Szilágyi Péter úrnak, az LMP képviselőcsoport vezérszónakának. Öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, amikor ezt a törvényjavaslatot olvastuk, mi is igyekeztünk abban a tekintetben végigvenni a módosításokat, hogy ezek a javaslatok valami mennyiben segítik elő a képviselőtestületek működését. Azonban azt kérem, engedje meg Lukács képviselő úr, hogy ne tudjunk eltekinteni attól, hogy a Lex Borkai, a Lex Szapár is meg sorolhatnám bizonyos gyanút ébreszem bennünk az irányba, hogy az önök törvény módosításai hát nem szoktak általában mentesülni a személyes érdekektől. Azonban ennek ellenére mi nagyrészt koncepcionálisan tudjuk támogatni ezeket a javaslatokat, azonban fontos és kiemelkedően veszélyesnek tartjuk az esetleges aktuál politikai kérdéseknek ezen törvényjavaslatokon keresztül való megvalósítását. Nézzük először az alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéseket. Először is nagyon örültünk neki, hogy a javaslat explicite kötelezővé teszi azt, hogy legalább egy alpolgármestert a képviselőtestület a saját tagjai közül válasszon. Ez mindenképpen enyhíti azt a nyári alkotmánymódosítással, enyhíti azt, hogy a nyári alkotmánymódosítással külsős alpolgármestert kényszerítettek a településekre. Ami még újdonság, az az, hogy a polgármester javaslatára a testület minősített többséggel az alpolgármester megbízatását visszavonja. Ez a rendelkezés egyedül abban az esetben lehet elfogadható számunkra, ha az valóban a működőképes önkormányzati testület elősegítése a cél. A működőképességnek épp úgy akadálya lehet külsős, mint a testületből megválasztott alpolgármester. Persze felmerülhet az is, hogy a kormányzat így kíván egyfajta biztosítékot teremteni magának arra az esetre, ha a külsős alpolgármesterek nem a település érdekében fejtik ki a tevékenységüket, vagy ne adj Isten, szakmailag nem végeznek megfelelő munkát. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben teljes mértékben támogatható, hogy a település érdekében megszabaduljanak a választók akaratát nem tükröző és bizalmát nem élvező külsős alpolgármesterektől. Azonban aggodalomra ad okot az, hogy olyan alpolgármestertől kívánna megszabadulni a testület, aki csupán politikai szempontból nem felel meg a testület többségének. Természetesen felmerülhet olyan körülmény, amikor